Szép jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ma már harmadszor a képernyők előtt, és természetesen kiki a maga eszközén hallhat, láthat minket, és természetesen igen érdekes témákkal készültem a mai, hát nem csak a mai, de erre a hétre is, különösebbképpen ma, hiszen ma van a harmadik adása podcast stúdiónak, és én úgy érzem, hogy létfontosságú beszélnünk arról, hogy hogyan is látjuk mi értelmiségi cigányok a mai cigány fiatalok helyzetét, milyen lehetőségeik vannak, és bizony egy általunk nagyra becsült, és azt hiszem, hogy bátran mondhatnám azt is, hogy egy kiemelkedő cigánylány, aki sok-sok-sok-sok tanulmányai révén visszament az övéihez, segíteni akar nekük, tanáccsal, ötlettel, véleménnyel, megoldásokkal, és bizony sikerült neki, én azt gondolom, bemutatni a többségi társadalomnak, hogy igenis, egy cigánylány is képes mesterizni, egy cigánylány is képes egyetemet végezni, és egy cigánylány is képes bizony Bukarestbe a fejlesztési minisztériumnak dolgozni, még ha csak egy fél évig is, de tapasztalatot gyűjtve, erőt merítve, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. És jelen pillanatban ez az összezavarodott, zűrzavaros világ bizony ilyen személyekért kiállt, olyan személyekért, akik tényleg tudnak tenni az övéikért, itt a cigány értelmiségiekre gondolok, és már az előző két adásomban is említettem önöknek, hogy stúdiónk ebben a periódusban, lévén, hogy választási időpont van, cigány értelmiségieket kérdez meg bizonyos szegmensekről, és ma a cigány fiatalok lehetőségeiről beszélünk meghívott vendégemmel, ám mielőtt szót adnék neki, engedjék meg, hogy bizony elmondjam, műsorunknak vannak támogatói, a Follies Club, Jerry's Pizzázó és American Pizzázó. Műsorunk támogatója a Kézivásárhelyi és Sepsengyörgyi gumiabroncsokat forgalmazó vállalat. Bátran tekintsék meg azt a linket, amelyet beágyazásként már beaktiváltunk az élő videó alá. Ugyanakkor műsorunk támogatója a Bertis cégcsoport, partnerünk és támogatónk a magyarországi az ornapja.com weboldal működtetői. Műsorunk frissítőiről a Bibarcfalvi Biborcen ásványvíz töltőde gondoskodik, illetőleg főpartnerünk, támogatónk, mint mindig, Kelemen Tibor, és igen, köszöntöm meghívott vendégem, ahogyan már bejelentettem, Glodeanu Klaudiát, aki vállalkozó, értelmiségi, és én azt gondolom, hogy egy kincs Kovászna megye számára. Persze, hogyha ezt felismerik néhányan. Én azt gondolom, hogy ez a Szinkov felismerte, Vajda Lajos, Bagoly Miklós, Levente felismerte, és ezt te megpróbálod a saját magad malmára hajtani. Hogy vagy? Régen nem voltál nálunk különben. Igen, sziasztok! Mesélj egy kicsit magadról. Köszönöm szépen, jó vagyok. Örülök, hogy újra itt lehetek veletek, és beszélgethetünk. Klaudia, az van, hogy rengeteg alkalommal beszélek cigány értelmiségiekkel, akiktől mindig is azt kérdeztem, hogy szerintük milyen lehetőségeik vannak a cigányoknak, a cigány fiataloknak, mert hogy a tévhit az, hogy egyre gyakrabban hallani, hogy hamarabb házasodnak, hogy nem akarnak abból a mókuskerékből kiszállni, holott vannak lehetőségeik szerinted? Milyen lehetőségek? Szerintem nagyon sok lehetőségeik vannak, főleg most a fiataloknak, most, hogy annyira előre haladott és fejlett a világunk. Viszont úgy, ahogy mondod, nem csak azzal van probléma, hogy nem érnek el ezek a lehetőségek különböző fiatalokhoz, hanem már ott is, hogy nagyon sokan beleágyazódnak a roma hagyományokba, a tradíciókba, és akkor
akkor nem akarnak, egyszerűen nehéz őket onnan kibillenteni, úgymond. És van-e megoldás, van-e alternatíva szerinted? Vagyis hát mi lenne az alternatíva? Én azt gondolom, hogy az, hogyha minél többet beszélnénk erről az egészről, hogyha minél több fiatalhoz eljutna, az is a célom egyébként, hogy bemutassuk közösen azokkal, akik már elértek ugye bizonyos szintet a karrierjükben, hogy igenis lehet másképp is, hogy nem szégyen az, nem ciki, hogyha iskolába jársz, hogyha mondjuk nem azt a példát követed, amit a többiek, hanem picit kilógsz a sorból, mert akkor talán tovább is tudsz majd haladni előrébb. Uh-huh. És te meglépted ezt az utat, tehát nehéz volt azért neked is. Tehát rengetegszer mesélted, amikor bejöttél, hogy egyre nehezebb és nehezebb volt küzdeni. Olybát azért meglátszik azért a cigány fiatalok részéről is, hogy hogyan tudnak beilleszkedni a társadalomba, nem? Tehát azért ez is egy fontos mérvadó. Igen, meg én azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb az a tudatosság. Uh-huh. Tehát, hogy én olyan szinten tudatos voltam, és elkötelezett a felé, amit csinálni akarok, hogy senki nem tudott, tehát nem, egyszerűen nem tudtak engem onnan kimozdítani. Én eldöntöttem már körülbelül, nem tudom, alsó tagozatos osztályba, hogy nekem van egy célom, amit én el szeretnék érni, és onnan senki sem tudott sem jobbra, sem balra húzni, én csak előre mentem. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy most ez hiányzik a mostani gyerekekből, nem fiatalokból, gyerekekből, mert ez már gyerekkorban kell. Szóval, hogy bennem már gyerekkoromban tudatosult, nyilván vannak, akiknek később, de hogy a mostani gyerekek egyáltalán nincsenek afelé asszociálódva, hogy ki tudjanak tartani valami mellett ilyen erősen. Szerinted az oktatási intézményeknek ebben kellene szerepet vállalniuk, hogy a szülőkkel fölvenni a kapcsolatot? Magyarán kellene, én azt gondolom, egy ilyen facilitator, nem tudom most ennek a magyar megnevezőjét, inkább összeköttető, aki szülőkkel és az oktatási intézménnyel tartja a kapcsolatot, ezzel is elősegítve a családok működését. Igen, egyébként ez is jó ötlet, hogy ugye felvázolni a szülőknek, meg gyerekeknek a lehetőségeket. De mondom, tehát, hogy mondhatnak neked bármit, bármiről, hogyha nem döntöd el magadba, hogy akarod, akkor aztán ott bármi jöhet. Hmm. Szóval, hogy mindenkiben egyszer saját magába kell megszülessen a csoda, és utána kell ezt elvárni másoktól is. És bizony, te, hát állításod szerint nem csináltál csodát, én azt gondolom, hogy te maga vagy egy csoda, hiszen azon túl, hogy, és engedd meg, hogy dicsérjelek, és ez nem azt jelenti, hogy holnap majd nem foglak dicsérni, de hogy, hogy elvégeztél egy egyetemet, és mi alázat van benned ezek után is, és egy vállalkozást is indítottál. Amúgy apropóként, hogy működik a vállalkozásod? Jól működik? Jó. Még egy kicsit frissítsük fel a nézők fele a figyelmet, hogy valójában milyen vállalkozás is ez, és én így most élőadásba is szeretnélek felkérni. Említettük még az év végén, hogy legyen egy önálló műsorod, és szeretném, hogyha ez így beaktiválódna, segítve a munkádat, hogy milyen vállalkozásod van. Ez mint egy ilyen frissítésként, hogyha kérlek megengedett. Persze. Egy online marketing vállalkozásom van. Uh-huh. Ezzel foglalkozom. Jó, röviden mondtad. Online. Már olyan sokat beszéltem róla, hogy... Jó, de mit akar különben? Tehát, hogyha most nézi egy kliensed, aki jövőbeli kliensed lesz, hogy ő mit igényelhet? Tehát milyen vállalkozás bármilyen az, amit te... Bármilyen reklámkörű szolgáltatást,
Értem. Ami egyszer lefedi azt, hogy reklám, menedzsment, marketing, az mind megtalálható nálam. Igen, és hogyha jól értettem, akkor már van egy kis portfóliód is, amit meg lehet tekinteni a Facebookon talán? Vagy még az nincs elkészülve? Még az nincs teljesen tökéletesítve, De aztán elérhetővé. Vannak, igen. Értem. Általában úgy szoktam, hogyha valaki kér valamit, akkor annak külön személyre szabottan készítek. Értem. Különböző terveket, és akkor úgy döntünk közösen. Uh-huh. Értem. Jó, itt a reklámba belefoglalhatjuk azt is, hogy kimész helyszínre, videózol, összevágod, zenei aláfestésként. Persze, igen. Uh-huh. Jó. Még más valamit lehet-e tudni a vállalkozásodról? Különösebbképpen ennyi. Hát igen. Jó, térjünk vissza, ha már a vállalkozásodról beszéltünk. Te miért tartott fontosnak, hogy például egy cigány fiatal, aki úgy felismeri magában azt, hogy tehetséges, vagy felismeri magában azt, hogy ő értékes, hogy egy vállalkozást indítson, vagy ha nem, akkor az iskolába tevékenykedjen, vagy ha nem, akkor esetleg próbáljon be aktiválódni a társadalomban. Én csak azt tudom mondani, amiért saját magam fontosnak tartottam, hogy tovább tanuljak, és ez azért van, hogy egy jobb jövőt biztosítsak a magam és a családom számára. Tehát, hogy nyilván vannak könnyebbik utak, lehet választani könnyebb utat ahhoz, hogy több pénzt keressen az ember, de hogy az más, amikor úgy keresed a pénzed, hogy azt csinálod, amit szeretsz, és nyugodt körülmények között dolgozol, az teljesen más. Uh-huh. Mit tegyen a szülő például? Az előbb pont ezen lovagoltunk ketten, hogy jó a gyermek, de a szülőnek eléggé nehéz azért egy cigány szülőt meggyőzni, hogy küldje iskolába a gyerekét. Igen. Tehát, hogy mit tegyen egyáltalán, hogyan azonosuljon ezzel? Vagy például az, aki mondja, tehát az iskolába, hogyha mondják a szülőnek, hogy küld a gyereket iskolába, szóval, hogy hogyan lépjen? Vagy egyáltalán mi a te tanácsod például a cigány szülőknek? Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a gyerekeket támogató szülők vegyék körül, támogató közösség. Tehát, hogy ne azt hallja otthon, hogy ne tanuljon tovább, ne menjen iskolába, mert úgysem lesz belőle semmi, mert az úgyis lehetetlen, mert a származása. Tehát, hogy nem szabad egy gyereket ellehetetleníteni, az nagyon fontos, hogy ne érezze magát másnak csak azért, mert ő cigány, vagy csak azért, mert ő nem lóg ki a sorból. Nem lesz soha kevesebb ezért. És amikor egy gyerek már otthon is azért ezt hallja, hogy jobb, ha inkább nem, akkor azért már úgy, tudod, nehezebb. Szerinted ma, tehát én azt tudom, hogy az egyetemeken van fenntartva cigány nemzetiségűeknek, és iskolákban is van fenntartva. Igen, a hely. Persze. Tehát, hogyha 9. be akar jutni egy cigány nemzetiségű fiú, lány, akármelyik jobb, nevezetesebb iskolában, az megvan a lehetőség. Meg, élnek ezzel szerinted a cigányok? Én azt tapasztalom, hogy vannak, akik igen, vannak meg, akik nem. Szerintem nagyon sokan vannak, akik egyáltalán nem tudnak ezzel élni, vagy azonosulni, vagy nem akarnak, hogy nehéz nekük felvállalni azt, hogy én úgy jöttem ebbe az iskolába, hogy cigány vagyok. Uh-huh. Tudod, vannak ilyenek is. És akkor mi a megoldás? Tehát, hogyha ő azt érzi, hogy cigány vagyok, tehát vannak azért védelmi szervezetek, nem? Tehát, persze, nyilván. Meg az, hogy tényleg olyan közösség próbáljunk lenni, és olyan motivációval vagy tanácsokkal próbáljuk ellátni ezeket a gyerekeket, hogy ne azt érezzék, hogy elnyomottak, vagy kiközösítettek, hanem azt, hogy hasznos tagjai a társadalomnak, és igenis nekik is van értelme annak, hogy tovább tanuljanak, hogy küzdjenek azért, amit szeretnének. Talán 4 adással ezelőtt kérdeztem rá,
Ma még egyszer rá kérdeznék, ha megengedett, hogy te hogy tudtál azonosulni azzal, hogy cigány nemzetiségűként szembe kellett nézzél emberekkel, szembe kellett nézzél olyan intézményekkel, hogy igenis te cigány vagy, és hogy fogadjanak el így. Éreztél-e bármikor így a felső oktatásban kirekesztséget, és társaid megvetés pillantását láttad-e, érezted-e is, hogyan tudtál ezzel úgy zöldágra vergődni? A felsőoktatásban ott már egyáltalán nem, tehát az már ott egy teljesen más kategória, egy más színvonal. Ott senki nem azért megy, hogy megnézze, hogy miben vagy felöltözve, hogy miért jársz iskolába, hogy milyen nemzetiségű vagy, milyen a bőröd színe. Oda mindenki azért megy, hogy tanuljon, felvegye a saját maga tételeit, és tovább haladjon. Tehát, hogy ott már teljesen úgymond felnőttek az emberek, és mindenki a saját maga útján van. Viszont azért általában ott a felsőoktatásban van inkább a klikkesedés, ha jól gondolom. De akkor te ezt nem érezted. Nem, tehát az első napon, vagy talán a másodikon volt még egy roma származású fiú, és akkor ő jött oda, és mondta, hogy látom, hogy a vérem vagy, mondom, igen, de De hogy jó. egyébként mind egy nagy klik voltunk, tehát hogy nem volt ilyen elkülönítés, meg ilyen Tehát nem ehhez érezted dolog. ezt abszolút. Nem. Sőt, azt gondolom, hogy még ők éreztették velem azt, hogy büszkék rám, mert hogy én ott vagyok és csinálom, és voltak olyan, például az egyik lány, ő a romahájjal jött egyetemre, tehát ő úgy jött, Igen, hogy de ő is cigány nemzetiségű volt? igen, hát Igen. csak cigány nemzetiségűek mehetnek úgy. És akkor ő kimaradt, tehát az első év után abba hagyta az egyetemet, és akkor mindenki mondta, hogy milyen büszkék rám, hogy milyen ügyes vagyok, hogy ezt Hogy így te folytatom, megmaradtál. hogy bírom még, hogy tovább csinálom is. Hadd kérdezem meg, utána néztél, hogy a cigány kollega nőd miért hagyta ott? Vagy nem feltétlenül érdekel téged? Nem tudom, igazából utána már teljesen megszakadt a kapcsolatunk, Á, tehát hogy értem. nem tudom ezt sajnos, hogy miért. Mi a legreálisabb azért a cigány világban? Az, hogy korán akarnak megházasodni, tehát ha jól tudom, hány évesen már megszöktetik a lányt. Hát van, ahol már 13 évesen, 14 évesen. Már megszöktetik. És ilyenkor a fiú hány éves és a lány hány éves, tehát. És ez reális? Tehát ez még a mai 21. században Igen. is van? A tavalyi konferencián pont erről beszéltünk, hogy ugye más megyékben a másfajta roma nemzetiségűeknél voltak problémák, hogy volt, hogy gyámhatóság, rendőrség, meg ilyenek is beavatkoztak, mert hogy nagyon fiatalok voltak a gyerekek. És azt Viszont gondolom, hogy ezzel a mentalitással van baj, hogy minek tanulnának tovább, hogyha... gyermeket tudnak nemzeni, és a gyermek utána a szociális segély, vagy pedig nem így gondolkodnak. Hát engem ez egy kicsit úgy, nem tudom, az nem... Szíven üt. Igen. Talán csak szimplán az, hogy azt érzik, hogy így van rendjén. Tehát, hogy ugyanúgy, mint mondjuk egy más családban megvannak a különböző szokások, náluk is ezek a szokások vannak, és ezekhez tartják magukat. És úgy érzik, hogy nem, mondjuk nem akarnak kilógni, vagy nem akarják ezt másképp csinálni, mert nekük az úgy jó, kényelmes is. Viszont ez a fiatalon való házasság, ez egy kicsit olyan morbid, tehát 12-13 évesen már megszöktetni egy leányt,
és engedik a szülők, és befogadják, és ahelyett, hogy útmutatást adnának. Szóval ilyenkor azért felötlődik a kérdés, hogy vajon a gyerekekkel van hiba, vagy inkább a szülőket kellene nevelni erre, nem? Itt pont ez van, amit az előbb mondtam, hogy így a generációk beleszületnek ezekbe. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy az egyik szülő mondjuk férjhez, vagy beszéljünk most a lányokról, férjhez adják a kislányukat, úgy az a kislány majd ő is annyi idősen biztos férjhez adja a gyerekét, mert ezt tanulta, érted? És akkor ez szerintem így öröklődött, vagy... Tehát akkor a magyarázata szerintem az, hogy meg kellene ezt a láncot szakítani valahol. Mert ez, hát hagyománynak is lehetne, de inkább morbid szokás, hogy megtanítom a lányomat, hogy ne, én 12 évesen, 13 évesen megházasítalak téged, akkor majd te is ezt csináld a te lányoddal. Szóval ez nem? Nem feltétlenül az van szerintem, hogy tanítják, hanem csak... Csak úgy magától jön. Igen. Beleszületnek ezekbe a szokásokba ezek a gyerekek, anélkül, hogy akarnak, vagy anélkül, hogy akár lenne lehetőségük kipróbálni magukat más dolgokban, mert rengeteg lehetőség van az életben, és tényleg nagyon sok minden van, amit... Szerinted ma egy cigány fiatalnak mik a lehetőségei? Elmondtál több mindent, de úgy azért valamelyest szortírozzuk, hogy milyen lehetőségek várják. Tehát téged például milyen lehetőségek vártak, amikor elvégezted a 12 osztályt? Én nagyon tudatosan végeztem a liceumot is egyébként. Tehát, hogy én tudtam, hogy ha onnan végzek, akkor már pontosan tudtam azt, hogy milyen egyetemre akarok menni, hogy hova szeretnék menni. De pontosan ez, hogyha mondjuk van egy fiatal, aki most végzős esetleg, vagy liceumista, de érettségi nélkül is van rengeteg lehetőség, amit ki lehet használni, hogyha... Nagy Isten, valakinek nem sikerül az érettségie, az sem világvége egyébként. Meg érettségi után is nagyon sok lehetőség van, nagyon sok... Engem például nagyon sokat felkészítettek a tanáraim, nagyon sokat beszélgettem velük, nagyon sokat kutattam az interneten, az egyetemek, a szakók, a mindenféle után, szóval, hogy... Bármire van lehetőség, hogyha mondja az ember egy picit oda teszi magát, és van benne elég akarat ahhoz, hogy kitartson mellette. Claudia, igaz, hogy hosszúra akartam nyújtani ezt a beszélgetést, viszont egy következő alkalommal nyilvánvalóan sokkal hosszabban, és sokkal mélyre menően tudunk beszélni a cigány világról, mert hogy ez nem az első és utolsó, hogy itt látnak a kedves nézők. Mi a te üzeneted a nézők és a követők fele? Mert hogy hamarosan azért jelzem a kedves nézőknek, hogy igen, a podcast stúdiónk beszeretné avatni azokat az cigány értelmiségieket a mai helyzetben, a mai kialakult helyzetben, ami most van, beszeretné vonni őket, tanácsot, ötletet, megoldást, javaslatokat benyújtani akár hivataloknak, intézményeknek, de akár a politikai hatalomnak is. Szóval egy üzenetet fogalmaz meg a kedves nézőknek. Én csak annyit mondanék mindenkinek, hogy fogadjunk el mindenkit olyannak, amilyen, és találja meg mindenki saját magában a csodát, mert akkor úgy látni fogja másokban is. Köszönöm szépen, kedves Claudia, azt is, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunk, és azt is, hogy hát ilyen csodás vagy különben, és maradj ilyen, és próbálj meg segíteni azokon a cigány fiatalokon, akik hozzád fordulnak. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A kedves nézőknek pedig köszönöm a türelmet, azt mondom, hogy ne menjenek messze, hiszen
egy körülbelül 15 perces vagy 10 perces szünet után újra jelentkezik a Társalgó Podcast adásunk. Kristó Kinga szakemberrel beszélünk, és nők figyeljenek, akiknek cégük van, lehetőségük lesz egy 40 ezer eurós pályázatot megpályázni. Hogy miről is szól ez, én sem tudom konkrétan, úgyhogy ezért hívtuk be Kristó Kinga szakembert. Tartsanak velünk akkor is. Pár perc és jövünk. Reklám. Rovatunk támogatója Mikó Újfalusi Harmonia & Catering pizzázó és étterem. A Transzilvánia Broker biztosító társaság. Depó. Kelemen Ábel gépelművek beiratását segítő iroda. Modern House. Pöttyös Kft. A K2 Kisállatkórház. Sajgó Zsolt autómentő szolgálata. Rovatunk autója karbantartását a Peugeot Citroën márka kereskedés biztosítja. Peugeot, Citroën, Novotech, márka kereskedés. Rovatunk támogatója a kondensz termopánokat forgalmazó vállalat. Minőség, hatékonyság, kedvező áron. Ariadne szereli, ahol életre keltik a vasat. Doktori gyártó Arnold fogorvos a Mikes-Kelemen utca 52 szám alatt. Dr. Dolcsik Tamás a Csiki negyedi Dotadent fogorvosi rendelő. Horváth szerviz szereli, termokontroll, Doma Drive autóvezető sofőriskola. A D&D automosó és abroncsavító a Vojkán utca 1 per ászám alatt. A Lila Kutya Kozmetika a K2 Kisállat kórház épületében. Keresse bizalommal a Lila Kutya Kozmetikát. Partnereink az Aszinkov szervezet és a Háromszék független napilap. Kommunikációs partnerünk az Alternet. Főpartnerünk, támogatónk Kelemen Tibor.